A tavalyi év végén indult programsorozat célja, hogy kapcsolatot teremtsen a kormány és a kistérségek vezetői között, és lehetőséget adjon a szakmai egyeztetésre az energiaügyi kérdéseket illetően. A Paksi Atomerőmű és a további beruházások lényeges pontjai voltak a Dombóváron megrendezett eseménynek. Mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy a következő években hogyan alakulnak az energiaárak. Ez fontos az intézményeink kapcsán, fontos a lakosságnak, és ahogy önök is látták eddig, mi mindent megtettünk az elmúlt 10 évben azért, és továbbra is így lesz, hiszen a nemzeti konzultáció is ezt hozta ki, hogy a rezsicsökkentésnek a vívmányait meg tudjuk oldani. Úgyhogy önök számíthatnak ránk a továbbiakban, és természetesen mi is arra számítunk, hogy a minisztérium vezetésével biztonságos energiaellátása legyen az egész országon. A Dombóvárra érkezők számára lehetőség nyílt ezen fontos kérdésekről egyeztetni egy fórum keretei közt Koncz Zsófiával, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesével. Az egész fórumsorozatnak az a lényege, hogy minden vármegyébe elmegyünk, és közvetlenül tudunk helyben beszélgetni a polgármesterekkel arról, hogy nekik esetleg milyen kérdéseik, felvetéseik vannak az energetikát érintően. Nyilván az önkormányzatoknak is ez egy mindennapos kérdés, és nagyon jó, hogyha a kormányzat és az önkormányzatok ebben az ügyben is együtt tudnak gondolkozni. Nyilván a magyar kormány számára a lakosságnak szóló rezsicsökkentés fenntartása kulcskérdés. Azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. A kormány célja a jövőben is támogatni a települési önkormányzatokat, illetve különböző fejlesztési forrásokat biztosítani számukra az energetika területén is.